Hú, srácok. Ez kemény volt. Elfogadom, hogy a Hanna most, hogy volt pucája kiállni, és elmondta, hogy neki ez most nem oké ez a dolog. Fogalmazzunk így. Az a durva, hogy én tenne beszélgettem vele, és éreztem majd, hogy ilyen hullámzó, de nem gondoltam volna, hogy egy ilyen radikális döntést ő már meghozott amúgy. Tehát alapvetően ezt nem egy ceremónián szerintem, ezt először egy csapatot leültetsz, és elmondod neki a csapatnak, hogy ez van. Mindannyian tudjuk, hogy mindenkinek ez egy érzelmi hullámvasút, csak hogy ki hogy kezeli ezeket. A Hanna így kezelte, igazából szerintem a legjobb az, hogyha ezt elfogadjuk. Igen. Én nem haragszom rá. Én meg egy őszinte ember vagyok, egy őszinte apuka vagyok. Én nem sajnálom Hannát, és örülök, hogy hazamegy, mert nem való közénk. Mert nem csapatjátékos. Ennyi. De Fater? Őszintén megmondom, csalódtam Hannába, nagyon-nagyon csalódtam, mert én nem ilyennek ismertem meg az első évadba. Én amikor megtudtam, hogy ő is jön, örültem neki, hisz tudom, hogy egy erős lány. És ebbe az osztás csapatba erős versenyzők kellenek, hogy minél tovább eljussunk, de ebben nem rossz szándék van, hogy én azt mondom, hogy menjen haza, ha ő úgy érzi, akkor menjen haza, és a csapat legyen csapat.